Köszöntöm a kedves nézőket, akik minden mérkőzést láthattak az U20-as női kézilabda világbajnokságról, hiszen közvetítettük végig. Ennél fogva láthattuk azt is, hogy hogyan szerezték meg a világbajnoki ezüstérmet ifjabb kis Szilárd játékosai. Itt van velünk Szilárd, szia! Köszöntök mindenkit! Egy kicsit be vagy zárva most, mert hogy a környezetedben sokan elkapták a Covidot, ennél fogva gondolom, hogy a pihenésed egy kicsit most másképp néz ki, mint ahogy tervezted volna. Hát mindenképp itthon lettem volna, úgyhogy ilyenkor egy kicsit ugye próbálom elszeparálni magam, úgyhogy olyan nagyon nagy különbség nincsen. Jól esik azért, hogy itthon vagyok. És a fejedben kavarognak még a gondolatok, vagy sikerült egy kicsit elengedni ezt a világbajnokságot? Na, egyre tisztább vagyok. Tehát már nincsen az első nap az kemény volt. Ott azért úgy éreztem, hogy egy nagyon nagy dolgot szalasztottunk el. Ez nem változott, de azért a másik oldal is felerősödött. Itt néztem, azért most pont készítettem a listát, meg ilyen szakmai jelentést próbálok előkészíteni. Azért rengeteget nyertünk. Mondd el, hogy mik ezek a dolgok. Hát, amikor fölírtam azt, hogy háromszor nyertünk Európa-bajnokságot, meg egy ezüstérem, akkor azért úgy körvonalazódott, hogy azért ez egy nagyon nagy munka volt. Igen, és amikor az ember elkezd összegezni, akkor derülnek ki, hogy mik azok a dolgok, amikről már el is feledkezett, mert hogy azok a jók voltak, és csak a nehézségek zakatolnak a fejben, ugye? Igen, igazából egy mérkőzésről beszélünk, ami negatív, legalábbis a végkifejlet, mert azért szakaszok a többi meccsen is volt olyan, ami negatív volt, de ott jól jöttünk ki. Itt most nem. De azért az a 8-ból 4 meg a elődöntő azért azok kemény meccsek voltak. Annak meg nagyon-nagyon örülök, hogy azok tudtuk nyerni. Szilárd, egy kicsit a jövőre is nézve már, mert ugye az U20-as korosztálynál már mindig egy kicsit arról beszélgetünk, hogy vajon majd kiből mi lesz, kinek milyen lehetőségei lesznek a felnőtt korában. Szóval egy kicsit ebből a szemléletből nézve, mesélj erről a csapatról. Mi az, amit ezzel a világbajnoksággal együtt, az Európa-bajnoki címekkel együtt tudnunk kell a lányokról? Szerintem ők 20 éves korukig megkapták azt, amit nemzetközi szinten egy játékos megkaphat. Innentől kezdve egy olyan világba kerülnek, amiben saját maguk kell megharcolni mindenki ellen. Eddig egy osztály volt igazából a vetélytársuk, most viszont mindenki. Ezt elkezdték egyébként tavaly. Tehát ők azért már a tavalyi évben nagyon sok csapatból jöttek, illetve hát idén. Tavaly ugye a NEK-ával játszottunk, és plusz még egy pár ember NB1-et, idén pedig már mindenki, és a saját csapatban relatíve meghatározó szerepeket kaptak, aminek nagyon örültem, mert nem ilyen mellékszerepben volt, legalábbis sokan nem. És ez mennyit tudott hozzátenni a csapat erősségéhez? Az, hogy már nem csak a NEK-án kellett megállni a helyüket, hanem különböző csapatokban, ahová be kellett illeszkedni, ahol meg kellett találni a helyüket úgy a pályán, mint a pályán kívül is? Ez a jövő, és ez folytatódik nekik. Tehát igazából a következő pár év meg fogja határozni, hogy meddig fognak eljutni. Mindenkinek jó helyen kell lenni, és jó kell váltani, és azt ki kell maxolnia, ahol van, ott kell kinőnie, és amikor tényleg valóban kinő, akkor szabad csak váltani. Lehet, hogy valaki nem is fog, vagy nem felfele. Tehát itt azért még nagyon sok irány van. Ez egy olyan kis pont volt, ahol most befejeztük, ahol kezdődik. Ez az a korosztály, amiből azért mindig nagyon nehéz átlépni a felnőttek közé, mert oda azért sok szempontból bele kell erősödni. Te hogy érzed azok a nemzetközi tapasztalatok, amelyeket a korosztályos világbajnokságon szereztek ezek a lányok egymással a csapatban és a nemzetközi mezőny ellen, az milyen pozitívumokat, plusz dolgokat hozhat az ő életükbe? Szerintem pont ez idén kaptuk választ, hogy befértek a saját csapatukba, pedig még utánpótláskor. Tehát nem az volt, hogy elmentek valahova, és akkor kaptak 5 percet, meg 10-et, lehet, hogy így kezdték, de a végére
nagyon szépen, nagyon sokan játszottak stabilan, és úgy gondolom, hogy ez benne, tehát ebben benne volt ez az elmúlt időszak, mert ők azért megkapták azt az ingert, ami egy ilyen korosztályban nagyon kevés játékos. Te hogy érzed, mi volt nagyobb a tét, ami abból fakad, hogy ez a csapat nem kapott ki korosztályos világversenyen, vagy pedig az az önbizalom, amit ezáltal meg tudtak szerezni? És most nagyon sajnálom, te nem látod, de mi éppen sírós arcokat látunk, amikor az érem átadás történik, de hát azért remélem azóta sok már a mosoly is. Szóval, hogy melyik dominált inkább? Hát igazából, hogyha most szakmailag nézzük, akkor az utolsó három mérkőzésünk az egy nagyon szűk terminus alatt ment le, 20 óra 30-as kezdésekkel, és három skandináv csapat ellen, ami úgy gondolom, hogy egy ember feletti. Tehát igazából a harmadik mérkőzést azért már nem olyan állapotban kezdtük, mint az első mérkőzést, mármint a hatodikat, a hetediket, meg a nyolcadikat. Tehát amíg az ellenfelünknek fordított, volt, hogy egy nagyon nehéz csoportba jutott tovább, és olyan ágon volt, ahonnan simán be tudott jönni a döntőbe. És úgy gondolom, hogy ez is befolyásolta, hogy mondjuk nem nyertük meg a utolsó mérkőzést, de nem voltunk messze. Tehát nem az volt, hogy most annyival jobbak voltak, vagy ennyi van szokom, hogy utolsó végjáték, pontatlanságok, kiagyott helyzetek, elmaradt faltok, de én szerintem ebből is tanultak, így utólag kár, hogy nem ki valamikor, nyilván nem olyan helyzetben, amiben esetleg jobb lett volna kapunk, mert abból azért tudunk tanulni, mert itt a gyerekek fejében abszolút nem volt az, hogy ki is kaphatunk. Én is úgy voltam, hogy ezeket a végjátékok eddig, amikor átvettük a vezetést, megfordítottuk a meccset, ezeket gyönyörűen lejátszott. És most voltunk először, hogy abban a szokásos. Szilárd, az sem könnyű, hogy egy csapat megtanuljon nyerni, ezt a te csapatod már tudja, de egy ilyen világbajnoki döntő után bármit is mondani az öltözőben, az sem lehet könnyű. Mi az, amit te a legfontosabbnak éreztél akkor, hogy a lányoknak elmond? Egy nagyon röviden lezártam ezt a döntőt, egyfajta elköszönés is volt egymástól, tehát azért itt azért kavarogtak bőven a pluszok és a minuszok, hisz ez a mérkőzés az a minusz, az összkép az viszont nagyon erősen plusz, úgyhogy ennek a vegyesét próbáltuk meg, a stáb szenzációs volt, szenzációs, nagyon nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebbe beletett. A lányok nagyon aranyosak voltak, itt értették meg, hogy amit mondjuk előző nap felhívtuk a figyelmet, levideóztuk, stb. Mi már fókuszban nem úgy voltunk, ahogy az előző mérkőzéseken, és itt értették meg, hogy bizony-bizony még jobban kellett volna készülnünk erre, de szégyenkezni valónk nincsen, ez is egy állomás, amiből nagyon sokat lehet tanulni, még ha ezt nem lehet megmásítani, mert ebbe a korosztályba ez a csapat második lett a juniorok között, de azért úgy gondolom, hogy nagyon sok minden olyan megmarad, ami esetleg később pozitív hatással lesz, mert ez a meccs biztos, hogy bennük lesz, és hogyha elfordul, akkor háromszoros erővel fogják ezt szerintem abszolválni. Beszéltél itt az imént az utolsó három mérkőzésről, amelyik mindegyik skandináv csapatok ellen zajlott. Hogy látod most a nemzetközi mezőnyt? Mennyire képezi le az U20-as mezőny azt, amit a felnőtt kézilabdában látunk? Hát azok a csapatok szerepeltek jól, akiket vártunk. Nagyjából azért azok a csapatok, akiknek a felnőtt csapataik is elől vannak a világban. Igazából olyan nagy meglepetés csapat nem volt. Norvégok nem voltak ennyire erősek még egy fél évvel ezelőtt. Kicseréltek játékosokat, őket egy picit, ők egy ismeretlen kategória volt nekünk, mert tavaly Covid miatt a csapat fele nem tudott jönni, most pedig cserégették a játékosokat. Az összes többi csapat sokkal-sokkal több stabil információ volt,
ők voltak kevésbé, de ők jó kis csapat. Mennyi idő van a pihenésre, Szilárd? Hát még egy-két hét, aztán neki kell állni a következő nekás csapatnak, majd ott meglátjuk, hogy melyik csoportot viszem idén. Aztán nem megy az élettől. És ehhez kívánok. Ehhez kívánok minden jót, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Gyógyuljon meg mindenki, aki körülötted küzdik a Covid-dal, és te pedig úszd meg továbbra is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen, köszönjük. A kedves nézőktől pedig búcsúzunk mára. Viszontlátásra.